hihetetlen információk birtokába jutottunk. A Kémek kézikönyvéből képezte magát Portik. A politika aktiválta, stábunk találkozott az egykori energolosokkal. Célpontban a titkos források és a beszervezett alvilág. Nem vagyok közszereplő. Hogy Labort Sándor volt MBH vezető, hogy jön a képbe, arról majd később. Előbb arról, hogy került egy dokumentumfilmbe Portik Tamás. Sokan mondják, hogy Portik látható a Bebukottak című 1985-ös, a tököli fiatalkorúak börtönében készült dokumentumfilmben. Anyósa szerint nyilatkozik is, Kármán Irén szerint azonban csak egy vágóképen tűnik fel. Portik garázdaság miatt ült Tökölön, innen indult karrierje. Mikor kikerült Tökölről, akkor azért került abba a rehabilitációs intézetbe a Mészöly Gáborhoz, mert egy teljes átalakításon ment keresztül. Logopédus foglalkozott vele, plasztikai műtéteken is átesett, a füle meg van operálva, mert jobban elállt neki. Például a bőrét is kezeltette, tehát világosítatta a bőrét. És ugyanakkor meg nem szerette, hogy világos a bőre, úgyhogy folyamatosan ilyen barnító krémekkel kente magát, mert idegesítette, hogy... Tehát tulajdonképpen nek hát mindig kontaktlencsét hordott. Tehát rendszeresen, nem is tudom, milyen színű a szeme. Portik a tököli börtönből egy leszoktató rehabintézetbe került. Itt vette szárnyai alá az azóta elhunyt pszichiáter. A felső 10 000-nek volt a pszichiáterje. Gábor első kézből adta, hogy ki szintén homoszexuális, ki kurvázik, ki drogozik, stb. Az ismert emberek között. De voltak más módszerek is. Portik fontos embereket figyeltetett, sokszor családtagjaival is. Az első ember, akit le kellett volna nekünk, hogy meg volt adva, hogy nézzük meg, hogy honnan van a bejárat, hova néznek az ablakok, stb. Azt se tudtuk, hogy miről van szó, a Demszky Gábor. Mert ugye Budakeszin lakik a Demszky Gábor, a közel, és akkor ezt kérte tőlünk, hogy mi menjünk el a Demszky Gábornak a házához. Portik anyósa kemény dolgokat állít, de szavait megerősítették azok az informátoraink, akik még jobban ismerik az alvilági merényletekkel meggyanúsított milliárdost. Report sorozatunk mostani epizódja informátorainkkal folytatott több órás beszélgetéseken alapul, amelyeket nem rögzíthettünk. Forrásainkat nem nevezhetjük meg. Portik a fiatalkorúak börtöne után lányokat futtatott, majd bejelentkezett az akkori éjszakai élet uránál, és kikönyörögte, hogy alkalmazza őt kidobóként. Mivel korábban boxolt, felvették, portázni kezdett. Ekkor ismerkedett meg későbbi mentorával, az akkor is neves alvilági figurával, Drobilics Gáborral. Karrierje innen más hínen volt. Drobilics összehozta az alvilágban csak brazilként ismert Ferencsik Attilával, és hármasban nekifogtak az olajozásnak. De volt konkurencia is. Mások is olajoztak, üzleteltek, amíg meg nem haltak. Prisztás Józsefet valaki 1996. novemberében kivégezte. Nem sokkal később üzlettársát, a cinóberként ismert Stricit, Domák Ferencet is likvidálták ismeretlenek. Informátoraink szerint mindkettőjükkel Portikék végeztettek. 1996-ban lőttek rá a Prisztás lovaival versenyző Lakatos Csaba hajtóra is. Ő túlélte. Nem halt bele sérüléseibe a Portikot fiatalon felkaroló férfi sem, pedig támadója közvetlen közelről 4 golyót eresztett bele. Úgy tudjuk, Portik 15 millióval tartozott a férfinak. 1997-ben rakéta találat ért egy budai lokált, majd lelőttek egy gyöngyösi vállalkozót. Nem voltak békés évek. Sokan Fenyő János meggyilkolása mögött is Portikot sejtik, de az nyilvánvaló, hogy ő nem dönthetett egyedül a média vállalkozó kiiktatásáról. Fenyőnek amúgy is sok ellensége volt. Eddig nem derült ki, kik voltak a felbújtók, és a gyilkos sem lett meg. Pedig már a nyomozás elején képbe került egy volt főrendőr, aki a merénylet után rejtélyes telefonhívást kapott. Hilkó Ferenc akkor már nyugdíjas volt. A Margit körúti helyszíni szemlét Doszpot Péter életvédelmi főnyomozó végezte. Hilkó Ferencre se volt adata? Nekem? Igen. Ez előzően volt. Hát én tudom, de ugye a fenyőgyilkosságban az Albán őt hívta föl, és hogyha jól tudom, akkor... Igen. Hilkót rögtön a gyilkosság után hívta egy albán informátora, Mehárt. A Mehárt azért hív föl, és azzal hív föl, és először nem is értettem, hogy Feri bácsi rám lőttek. Mondom, mi van?
De mondom, hol vagy? És akkor mondja, hogy itt a Margit. De mondom, hol? Hát de ő nem tudta, hogy elmagyarázom azért, hogy nem Kente vágta az utcákat, csak annyit, hogy itt a Margit hídnál is, hogy rám lőttek. Mondom, te rád, de miért? Hát ugye én inkább ezért izgultam, hogy most miért bántják ezt a gyereket. Tudtam, hogy kicsit bolond, meg minden, de hogy ráruljanak, hát azért az érdekes lenne. Ez volt a telefonnak a tartalma. 10 évig valakinek érdeke volt, vagy valakiknek, hogy az én nevemmel takarózzanak, mert 10 évig arról szólt az egész híradó, hogy azért nem tudják földeríteni, mert egy olyan profi szervezte meg. És nekem ezt le kellett nyelnem. Ez a Napkeltében lévő híradó, vagy hát a többi volt, is? Volt itt több helyen. Hát engem mindjárt sem behívtak, kihallgattak. Gyanúsítottként? Nem, tanúként. A leszámolások a kormányváltás után is folytatódtak. 1998 nyarán, már Pintér Sándor belügyminisztersége idején felrobbantották a rendőrséggel együttműködő Boros Óriás Tamást az Aranykéz utcában. Erre a rendőrök szerint szintén Portik adott megbízást. 1999-ben pedig kivégezték Serez Zoltánt a Hitódfaluban, majd Döhel Györgyöt egy 15. kerületi presszóban. Portiknak még most a börtönből is rendkívüli befolyása van. Komoly média hadjáratot indított annak erősítésére, hogy ő tulajdonképpen áldozat, és a kontikáros banda, Radnaiék a bűnösök. A kontikár egykori tulajdonosainak, Radnai Lászlónak és Csüllök Zsigmondnak Rács mögé juttatásában informátoraink szerint Portiknak és társának az egyébként még ma is szabadlábon lévő Drobilics Gábornak igen jelentős szerepe volt. A kecskeméti maffia perben Radnaiékat hosszú évekre ítélték fegyvercsempészetért és gyilkosságra való előkészületért. Portik informátoraink szerint miután sikertelenül próbálta megöletni Radnaiékat, így vonta ki őket a forgalomból. Portik érinthetetlen volt. Háborítatlanul intézhette ügyeit. Jó kapcsolata volt a médiával. Kínáltam vele telefonon egy interjút, azt a főszerkesztő nem adta le, ezért aztán a Szűnés Mai Lapba adta be. Valóta egy lehozó, mert nem mindent a Riskó csak lehozta. De ez mikor volt? 90 táják, nem tudom. Tehát a bujkálás szökése alatt. Szökése alatt csináltál vele interjút? Igen. És azt hogyan? Hát ez hagyom legyen az én édes titkom. Az említett Riskó Géza egyébként Portik anyósának testvére. Portik nyugodtan adhatott interjút, a rendőrök nem keresték, hiába volt érvényben ellene nemzetközi elfogató parancs. Én úgy tudom, hogy a Tamás is egy elég kiemelt szervezetnek a parancsnokaival jó kapcsolatot ápol. De ezzel én véletlenül sem mondom azt ki, hogy ő be volt szervezve. Mert ilyet akkor se szervezet volt? Hát egy főkapitánsa. Portik anyósa azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy veje a Nemzetbiztonsági Hivatalból származó szakkönyveket olvasott bujkálása idején. Képezte magát. Hogy ilyen művekhez hogyan juthatott hozzá, arról egy kedves régi ismerőst, Labort Sándort szerettük volna megkérdezni. Bár Labort csak 2004-ben került az MBH-hoz, információink szerint nem ismeretlen számára a Portik név. Tiszteltem, Labort úr! Kisbek Szabolcsik a Hír TV-től. Megenged egy-két kérdést? Nem vagyok közszereplő. Igen? Nem járulok hozzá semmihez, hogy közöljenek. És zaklatási feljelentést teszek. Személyesen találkozott Portik Tamással? Elmondom még egyszer lassabban, hogy értsék. Nem nyilatkozom, nem vagyok közszereplő, nem járulok hozzá, és feljelentést teszek zaklatásért. Kérem fejezzék be, mert hívom a rendőrséget. Személyesen találkozott Portik Tamással? Társaságban találkozott vele, uram? Hányszor? Adott Portik Tamásnak feladatokat, Labolcs úr? Kinek az utasítására adott feladatokat Portik Tamásnak? Labolcs úr adott feladatokat Portik Tamásnak? Labolcs úr, elmondja nekünk, hogy hány szót találkozott Portik Tamással? Ismétlem, nem vagyok közszereplő, feljelentést teszek önök ellen zaklatásként. Adott feladatokat Portik Tamásnak? Nem vagyok közszereplő. Uram, ön vezette a Nemzetbiztonsági Hivatalt. Adott feladatokat Portik Tamásnak? Hányszor találkozott vele? Nem vagyok közszereplő, feljelentés. Kiknek a társaságában találkozott Portik Tamással, Labolcs úr? Labolcsot felzaklatták kérdéseink, így arra már nem tudtunk kitérni, hogy elődje Galambos Lajos MBH vezető miért tartott kapcsolatot Portikkal.
Annyi bizonyos, hogy a 2010-es kampányban Portik aktiválódott, és egy régi olajos ismerőse videóvallomásával támadta be Kósa Lajos fideszes polgármestert. Rónai később azt vallotta a rendőrségen, Portik Tamás és az MBH-sok vették rá, hogy lejárassa Kósát. Ez volt a célpont. Ha kíváncsiak, hogyan kerültek csőközeli helyzetbe az egykor privatizált állami vállalatok, nézzenek bennünket a jövő héten is. Addig is írjanak nekünk a cél.kukac.hirtv.net e-mail címre, és keressenek bennünket a közösségi portálokon. Zeneinket meghallgathatják webrádiónkon. Köszönöm figyelmüket! Viszlát!